podcast, már felkockáztam a bombát. És még mit csináltam? Mit pirítottál meg zsíron? A hagymát és a szalonnát. Kiszedtük a zsírból a szalonnát, és most beletesszük a gombát. Nagyon sok gomba kell bele. Látjuk, hogy hogy a gomba szépen kieresztette a levét. Föltettünk forni vizet a tésztának, és a gombához bele kell tenni oregánit és vegetát. Most meg kell kavargatni. Tesszünk bele egy kis kaporlevet a gombába. Lehetőleg ne nagyon sokat. Aki pedig nagyon szereti az ízeket, az tehet bele sokat is. Például, mint mi. Aztán meg kell sózni. Jó bőn. És belenyomjuk ezt a fokhagymát. Átadom apukámnak, mert ez nehéz. És aztán megkavarjuk. A legvégén hozzátesszük a paradicsompürét. Lehet jó sokat. Attól függ, hogy mennyi gombát tettünk bele. Aztán pedig megint megkavarjuk. És végül beletesszük a megtélt tésztát, vagy spagetti tésztát, ki hogy mondja. Megkeverik a megtéltet. Vagy spagetti tésztát. Reszelt sajta tálalva nagyon finom.